Akár ilyen közelről is hallgathatjuk a magányosan élő méhek zümmögését. A körülöttünk élő méhek és darazsak közel 90%-a ebbe a csoportba tartozik. A családokban élő rokonsággal szemben nem támadékonyak, ha nem fogjuk meg őket, teljesen ártalmatlanok. Ezek az állatok nem kaptárakra, hanem újnyinál vékonyabb járatok védelmére bízzák utódaikat. Ha szeretnénk ebben segíteni, akár mi magunk is készíthetünk méhecske hotelt számukra. Ez egy klasszikus méhecske hotel, egy pici ág darabba, ha ez vastagabb, akkor tűzifa kugliba, fúrunk 10 mm-től lefelé egészen 2 mm-enként egy lyukat, tehát 10-es, 8-as, 6-os, 4-es, 2 mm-es, a legtöbb az a 8-10 mm-es legyen, illetve még lehet méhecske hotelnek használni különböző vastagságú nádakat, aminek az egyik vége ugye nyitott, a másik vége pedig zárt. A természetes élőhelyek egyre inkább fogyatkoznak, ezért van szükség mesterséges segítségre, méhecske hotelre. Ezekbe a nőstény méhek nektárt és virágport, a darazsak megbénított ízeltlábúakat halmoznak fel, erre petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le. Ezután közel egy évig nem láthatunk semmit. A kikelő lárva a táplálék elfogyasztását követően bebábozódik, végül a kikelő kifejlett rovar átágja magát a sárdugón, és megkezdi néhány hetes felnőtt életét. Attól sem kell félni, hogy illetéktelen behatolók költöznek be ezekbe a járatokba. Azért, mert nem férnek bele. Egy házi méh kolónia 30-50 ezer méhecskéből áll. Azoknak kell egy ilyen negyed köbméteres kaptár. A sárga-fekete darazsak is ugye legalább csészehaj méretű, vagy még nagyobb papírszerű anyagból készülő fészket építenek. Egy ilyenbe be se fér egy sárga-fekete darázs. Tehát nem fognak beköltözni ezek az állatok. És hova kell ezt kihelyezni? Lehetőleg olyan helyre, ahol a reggel odasüt a nap, és nem éri az eső. Ilyen szempontból ideális mondjuk egy keleti, déli tájolású erkély, tornác, ablak. Ki lehet tenni például hogy a természetvédelmi farakás, amikor nem eltüzeljük a kuglikat, hanem oda halmozzuk mondjuk az épület lábához, ez lehet akár egy panel lakótelep előkertje is, és akkor ott, hogyha nincsen esővédő féltető, akkor építhetünk e fölé, és akkor egy ilyen természetvédelmi farakásba ezrével lehet ilyen lyukokat fúrni. Azt szokott még lenni a kérdés, hogy hogyan teszem bele a méhet. Nem kell betenni a méhet. Hogyha kiteszünk mesterséges adót, nem nekünk kell betenni a madarat, majd ezek a rovarok megtalálják, ugye számukra a méhecske hotel furatoknak a sötét bejárati nyílása a vonzerő. Az új méhecske hoteleket érdemes február második felében vagy március elején kirakni. Ezek legaktívabb, legmozgalmasabb időszaka május végéig, június közepéig tart.